A Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában március 25-én megtartott sajtótájékoztatón dr. Gémesi György polgármester jelentette be, hogy idén, november 15-én ismét megrendezésre kerül az Erzsébet bál. Tegnap este, amikor bekapcsoltam a királyi televíziót, 1935-ben készült Királyné Huszárja című filmből láttam részleteket, és egészen hátborzongató volt, hogy akkor még egyébként használt és jó állapotban lévő kastélyképeit láthattam. Majdnem a fele a Gödöllői kastélyban játszódik, és Gödöllő neve többször elhangzott, és ez egy picit a lokálpatriotizmusomat is, és a mai készülésemet is segítette. És hát nyilván láthattuk Erzsébet királynének szépségét, és láthattuk azt, hogy nagyon szerette a magyarokat, olyan gesztusokat láthattunk a filmben, ami egyértelműen 1935-ről van szó, azt fogalmazta meg, hogy Erzsébet királyné valóban magyarok egyik szeretett királynéja volt. Erre is alapoztuk azt az emlékezést, amit a bál formájában szeretnénk prezentálni, most a második Erzsébet bál alkalmával, hiszen ő megjelenítette stílust, egy életformát, egy szellemiséget, itt a kastélyban töltött legtöbb éjszakát, és mindamellett nagyon szerette a magyarokat. Ez a tisztelet az, ami miatt szeretnék egy nagyon exkluzív bálnak helyt adni itt a kastélyban ebben az esztendőben, novemberben, és bízom benne, hogy az elsőhöz hasonlóan most is sikerülni fog, nem csak az ételekkel, nem csak a programokkal, hanem a királyi környezettel, és nyilván a résztvevők személyiségével is, hiszen megkértük az első Erzsébet ezüstérem díjazottját, Győri Enikő államtitkár asszony, hogy vállalja el a fővédnöki tisztet a bál alkalmából. Ezt ő szeretettel vállalta, bár azt is megjegyezte, hogy nem biztos, hogy ő államtitkár lesz. Én azt gondolom, nem elsősorban államtitkári, hanem női mi voltát és díjazott mi voltát is szeretnénk ezzel köszönteni és elismerni. Tehát ő lesz a bálnak a fővédnöke. A bál sztárvendége lesz a gödöllői kötődésű Hercenik Anna operaénekes, Cser Krisztián, a Magyar Állami Operaház énekese, valamint Horgas Eszter fuvola művész. A 2012-ben hagyományteremtő szándékkal megrendezett bál bevételével a Péter Cserny Alapítványt támogatták, idén pedig a motoros mentők munkájának fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Az esemény fő támogatója a Cvak Unikum és a Herendi Porcelán Manufaktúra. Felvetődhet önökben a kérdés, hogy mit is keres Herend egy ilyen eseményen. A választ azt a manufaktúra fogalmából kell levezetnünk. Mi ugyanis azt mondjuk, hogy a Herendi Porcelán Manufaktúra az egy kultúra és értékteremtő közösség, amelynek feladata, hogy megőrizze és átörökítse évszázados értékeit, ahol a szépség, az egyediség és a kiváló minőség a mindennapok része, és ahol egyértelműen kijelölt út van a közösség számára, nevezetesen figyelni a tradíciókra, folyamatosan megújulni, mindig a kézműves porcelánkészítés hagyományait választani, stílusteremtésben mások előtt járva meglepni a világot, és fejlődésével a manufaktúra folyamatos megélhetését, fejlődését biztosítani. Mondhatjuk tehát azt, hogy Herend több, mint egy gazdasági társaság, Herend egy kulturális közösség is. És a kulturális közösség akkor pedig kell, hogy legyen valamilyen missziója is. Ez a misszió pedig nem más, mint az értékek ápolása, megőrzése és a következő generációk számára történő átörökítése. És hát hol lehetne a Herendi porcelánhordozta értékeket méltóbb környezetben bemutatni, mint ahova azokat megszületésükkor szánták. Mondhatjuk azt is, hogy királyok, császárok egykori otthonaiba fogunk ennek a bálnak a kapcsán is visszatérni.
Az unikum története is összekapcsolódik a Királyi udvarral, mondta Márfi Márta, a CVAK Unikum marketing igazgatója. Azt, hogy Ferenc József ihatott-e unikumot, valószínűleg igen, és egyébként egy közös szálat próbáltam keresni, hogy Cicihez lehet ilyen kapcsolódásunk. Az unikum története is a Habsburg udvarból indult, a Das ist ein Unikum, amikor Józsefet gyomorbántalmaival ugye próbált a doktor CVAK kezelni, és innen indult a legenda, innen indult ennek a márkának a története. Erzsébet királyné és Gödöllő kapcsolatáról Gönczi Gábor, a királyi kastély ügyvezető igazgatója beszélt. A kastély koronázási ajándékként került a királyi család használatába, azért, mert már Erzsébet király, aki korábban itt járt, beleszeretett, ugyanakkor lehetőség nem volt arra, hogy megvásárolja a királyi család. A magyar állam megvásárolt és a használatukba adta a kastélyt. Erzsébet király rettenetes módon szeretett itt tartózkodni, nagyon sok időt töltött a kastélyban és Gödöllőn. Az a kapcsolat, ami egyébként őt jellemezte, nem uralkodói és alattvalói viszony volt a gödöllőiekkel, hanem egy lényegesen egyébként meglepő és a korban nem jellemző módon egy ember közelibb kapcsolat volt. Erzsébet királyné emléke halálát követően is él, Gödöllőn is számos helye van Erzsébet királyné emlékének, és az ő kultusza itt a városon belül, természetesen Magyarországon is tovább él. A kastély ennek a kultusznak az egyik letéteményes helyszíne, ennek volt a legutóbbi alkalommal egy monumentális festénynek a bemutatása és elhelyezése a kastély múzeumában, amely Zichy Mihály alkotása Erzsébet királyné Deák Ferenc rabatalánál. A kiegyezésben két szimbolikus személynek az utolsó találkozását ábrázolja a festmény, és azt gondolom, hogy ezek a pillanatok, ezek az alkotások és azok a rendezvények, amelyeknek a tájékoztatóján ma vagyunk, éltetik tovább Erzsébet királyné emlékét. Fantasztikus dolog, hogy ismét sikerül megrendezni az Erzsébet bált. Messze van még november, de természetesen Erzsébet királyné névnapjához közel igyekeznek a szervezők elhelyezni a rendezvényt minden alkalommal. És hát boldoggá tesz bennünket, hogy ismét sikerült egy nemes célt találni, olyan jótékony célt, ami büszkévé tehet mindenkit, aki részt vesz, és adományába hozzá tud járulni a motoros mentőszolgálat támogatásához. A Magyar Mentőmotor Alapítvány 2005-ben kezdte meg munkáját, 2006 óta pedig egyik motoruk Gödöllőn az autópálya mérnökségről indul el. Magyarországi mentőmotorok gyakorlatilag a kezdetektől fogva összefonódtak Gödöllővel, hiszen 2006-ban itt indult el az egyik mentőmotorunk a Gödöllői Autópálya mérnökségről, és ez azóta is így van. Minden évben innen indul el az egyik mentőmotorunk bevetésekre, ezért gyakorlatilag Gödöllő az számomra már ilyen második otthon, hiszen én is döntően itt dolgozom ezen a motoron minden nyáron. Az idei szezonunk a minden idők leghosszabb mentőmotoros szezonja lesz, nem egészen két hét múlva április 1-én, már az egy hét múlva április 1-én már reggel 7 órától szolgálatba állunk, és dolgozunk, és biztosan több mint egy fél évet fogunk az idén vonulással tölteni, úgyhogy nagyon megmelengedte a szívemet, amikor kaptam egy telefont, és a meglepődésem mellett nagyon örültem annak, hogy mi lehetünk itt, hiszen azt is gondolom, hogy ez mutatja a munkánk elfogadottságát, és talán hitelesíti azt a fajta tevékenységet, amit mi végzünk. A tavalyi esztendőnkről egy pár szót mondanék. A mentőmotorjaink majdnem 1000 bevetést hajtottak végre tavaly 3,5 hónap alatt, 974 riasztásunk volt. Ebből 175 olyan riasztás volt, ahol közvetlen életveszélyben lévőkön tudtunk segíteni. Tehát azt is elmondhatjuk, hogy ennek a 174 embernek az életét az mentette meg, hogy oda mentőmotor érkezett, hosszú percekkel megelőzve a legelső helyszínre érkező mentőegységet. Mentőmotorok mindenhol vannak a világon, ahogy itt már beszélgettünk a szünetben, Szingapúrtól Amerikáig világon mindenhol megtalálhatóak mentőmotorok, de a magyar mentőmotorok a világon a legjobban felszerelt ilyen jellegű kétkerekű mentőegység, és ezt büszkén mondhatom. Mi is fér bele tulajdonképpen egy ilyen mentőmotorba? Hát például ez az a kis készülék, amit mondtam, hogy ilyen egyedül nálunk van, ez egy EKG defibrillátor, vérnyomásmérő, véroxigénszint, mutató, pacemaker, mindenféle, hát ez önmagában annyiba kerül, mint az egész motor nagyjából. Ez egy elég kis fejlett készülék. Vannak ilyen speciális rögzítő eszközeink, amiket mi kezdtünk el használni.
és Magyarországon rajtunk kívül azóta se sokan használnak. Ez egy ilyen speciális nyakrögzítő gallér, ami hát lényegesen jobb, és hát hogy mondják ezt szépen, tehát hogy gyakorlatilag használható szemben az összes eddigivel, amit használtunk. Vannak ilyen speciális, kicsire összehajtogatható ilyen, ezt egy úgynevezett húzósín, ami tulajdonképpen ilyen, így van, combcsonttörésnél, lábszárcsonttörésnél ezt így ráaplikáljuk a betegre, és gyakorlatilag szinte bármilyen szögben áll a lába, vagy a keze, azt ki tudjuk egyenesíteni, és vissza tudjuk húzni a normál pozíciójára, ezáltal csökkentve a vérzést és a fájdalmat. Ez a másik, ez is egy olyan dolog, amit mi kezdtünk azt, hogy a színéből látszik, ez egy katonai fejlesztés. Afganisztánban kezdte meg a pályafutását. Ez egy speciális anyagból készült medenceöv, amivel a súlyos medencesérülteket tudjuk ellátni, mert a medencébe meg a combcsontba gyakorlatilag el lehet vérezni, egy combcsonttörésbe 2 liter vért el lehet veszíteni, a medencecsonttörésbe meg gyakorlatilag el lehet vérezni. És ezzel azt csináljuk, hogy körbe tekerjük az emberkének a medencéjét, és ezzel a húzó rendszerrel ezt így rátapasztjuk, és összehúzzuk. Ez gyakorlatilag így néz ki, hogy meghúzzuk ezt a szalagot, és ez így összehúzza a tört medencét. Ez az úgynevezett kisbajos táska. Ezt nyitjuk ki akkor, amikor ilyen egyszerű dolgokat csinálunk, és egyszerű beavatkozásokra van szükség. Ez egy speciális ampullatár, ami kifejezetten a mi igényeinknek lett kifejlesztve. Ugyanígy néz ki a másik oldalon, csak egyszer a kettőt azt nem tudom kinyitni, de azért ez mutatja, hogy mondjuk milyen repertoárral dolgozunk. 64 féle gyógyszert használunk egyébként a mentőmotorokon, de vannak egészen speciális eszközeink, mint mondjuk ilyen speciális égési kötszer például, ami minden mentőmotoron megtalálható, illetve minden eszközünk, minden mentőmotorunk ilyen színkódolt begekkel, mi csak begeknek hívjuk, vannak felszerelve, hiszen nagyon sokszor laikusokkal dolgozunk együtt, és hogy azt hiába mondom neki, hogy add ide az infúziót, azt nem tudja, hogy micsoda, de hogyha azt mondom, hogy add ide a sárga táskát, vagy a kék táskát, akkor abban bárki tud nekünk segíteni, és ezt nagyon sokszor ki is használjuk egyébként, hiszen így tudjuk a hatékonyságunkat növelni. És akkor a másik oldalon van az úgynevezett nagybajos táska. Amit akkor veszünk elő, amikor tényleg nagy a baj. Ebben vannak azok az eszközeink, amik az újraélesztéshez, lélegeztetéshez szükségesek. Vannak speciális légútbiztosító eszközeink. Elég tetemes mennyiségű felszerelést bírunk, ez mindig nagy érdeklődésre tart számot, hogy mi fér bele egy motorba, hát úgy nagyjából ennyi, illetve itt még egy oxigénpalackunk van, azt nem is tudom, hogy te van is benne. Úgyhogy azért ez hosszú évek ilyen innovatív fejlesztése, hogy ez minden úgy legyen elhelyezve, ugye, mert nekünk arra is nagyon kell figyelni, hogy a súly az nagyjából egyformán legyen elosztva, tehát egyrészt nyilván a használhatóság, másrészt meg az, hogy a motor aztán nagy sebességnél is stabil legyen, ahhoz elég jól kell titrálni a különböző oldalaknak a terhelését, hogy 220-nál is egyenesen menjen az a motor. A jótékony célú bál belépőinek ára az idén 50 000 forint lesz. Részletekről és az asztalfoglalásról a bál honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.